Szerbusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ez a videó egy éjszakai videó lesz, már nagyon sokan kértétek. Igazából mindig van egy réteg, aki nagyon szereti az ilyen éjszakai videókat, és ezért az ő kettelésükben is akarok járni nyilvánvalóan, úgyhogy a mai videóban az ő számukra kedvezek mindenképpen. És ebben a videóban most kivételesen hévezni fogunk, olyan még sosem volt, hogy egy éjszakai videóban héveztünk volna. Itt vagyunk most a Közvágó hídi végállomáson. Ugye itt a Ráckevei, illetve a Tököli hév közlekedik, de hát tulajdonképpen ugyanúgy mind a kettő H6-os hév, hiszen van amelyik szerelvény csak Tökölig, van amelyik pedig elmegy egészen Ráckevéig, ami itt áll mögöttünk, nem tudom, hogy mennyire látható, az majd Ráckevéig fog egyébként közlekedni. Innen, nem is mondtam az időt, bocsánat, 22-re 28 van, és majd 35-kor indul a mi hévünk. Innen még ezen kívül kettő darab hév, egy 23 óra 35-kor, egy pedig 1 óra 10 perckor fog indulni, fogalmam nincs, hogy az miért, megmondom az őszintét, tehát igazából a technikai hátterét nem értem, hogy miért kedvező 1 óra 10 perckor elindítani innen egy hévszerelvényt, hiszen a 23.35-ös hévhez képest sokkal több, mint 1 órára van az indulás az utolsó hévnek, tehát nyilvánvalóan nem az embereknek utasforgalmi szempontból akartak kedvezni, szerintem legalábbis, hanem technikai oldalról fontos ez így. Úgyhogy erre tényleg kíváncsi vagyok, ha esetleg valaki tudja, akkor írja meg mindenképpen. Na, közben megérkeztünk Pest Erzsébet felső hévállomásra, és itt van ez a böhöm nagy vasúti karbantartó jármű. Megmondom az őszintét, hogy nem is tudom pontosan ennek mi a megnevezése. Ugye az, hogy Pest Erzsébet felső hévállomás egyébként eléggé nagy, illetve több vágánnyá alakul. Annak több oka is van. Az egyik az, hogy egyébként van egy üzemi kapcsolat, hogyha visszafele a Közvágó híd felé megyünk a 151-es vasútvonallal, ugye a Kunszent Miklós-Tasival, illetve a másik ok pedig, hogy volt annak idején egy szárnyvonal Csepel irányába, ugye a határút után Pest Erzsébet felső volt a második hévállomás, és hát ez a szárnyvonal ma már nem létezik, de nyilván ennek is kellett a hely, és valószínűleg ezért is ekkora ez az állomás. A csepeli szárnyvonal egyébként 1911-ben nyílt meg, ám elég korán egyébként a teherforgalom megszűnt rajta 1924-ben, viszont a személyforgalom azért jelentős maradt, és 1978-ig üzemelt is, ekkor szűnt azonban meg, és azóta tulajdonképpen Pest Erzsébet felsőn keresztül csak a H6-os hév vonala húzódik. Egy kis érdekesség, a mi kis gépünk a Kőér utcai telephelyről jött, úgyhogy nem túl nagy utat tett meg idáig igazából, és akkor valószínűleg ugye Ferencvároson keresztül az üzemi kapcsolaton át érkezett meg ide Pest Erzsébet felsőre. De egyébként van itt jó pár vágányunk még, egyébként ezen is áll egy kocsi, illetve itt van egy elkerített üzemi terület, amit egyébként a mai napig is használnak, mert most is az előbb láttam, hogy dolgoznak bent, és itt van egyébként még egy vágányunk, itt a szélén, hát ez az, ami már valószínűleg nagyon régóta nem használhatnak, ezen azért lehet is látni. Rakjuk össze egy kicsit a dolgokat, 1910-ben villamosították a H6-os vonalat Dunaharasztiig, ezt ugye mondtam a Dunaharasztis videómban, nézzétek meg, hogyha nem láttátok, valamelyik sarokban ott lesz. Ám de Erzsébetig korábban villamosították tesztüzem kapcsán, úgyhogy itt már megvolt a villamosítás, amikor a szárnyvonal 1911-ben létrejött. A szárnyvonal egyébként iparvágányként jött létre, nem feltétlenül személyforgalmat betöltő vágányként, illetve vonalként hozták létre. 1911-ben jött ugye létre, 12-ben azonban az egész vonalat, azaz mind a 4,8 kilométert villamosították. Ugye már mikor létrejött, akkor ez a kis rész itt villamosítva volt, de a teljes egésze az még nem volt, csak egy évre rá. És ugye van egyébként maradványa ennek az egésznek, ugye a határúti hurok az ott volt megtalálható, és ugye a 3-as villamosnak volt tulajdonképpen egy ilyen üzemi kapcsolata a hévvel, ennek a maradványait ott láthatjátok is a Soroksári út túlvégében, most nem megyünk át emiatt, és ugye itt keresztül jött ez még valamikor is, itt azért nagyjából kivehető,
Például amiből jól kivehető, az itt ez a patka rész, hogy itt megvan, de itt lehet látni, hogy itt valamikor valami becsatlakozott. Nyilván ez egy vágány volt, ami itt becsatlakozott. És szépen ott már láthatjátok Pest Erzsébet felső hév állomást, ahova vissza is sietünk, mert hogy jön a hévünk és megyünk vissza a Közvágó hídra.